A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, a köztér vendége Molnár Tamás, a 4-es számú választókörzet önkormányzati képviselője. Köszöntöm itt a stúdióban. Én is köszöntök mindenkit, és köszönöm a meghívást. Néhány hónap után újra a lehetőségünk van egy kicsit beszélgetni a 4-es számú körzetről. Sok minden történt, és történt is az elmúlt időszakban, illetve az elmúlt években. Most akkor kezdjük inkább azzal, ami most még folyamatban van, vagy legalábbis a megvalósítás előtt állunk. Ugye ez az Erzsébet út és a Lövölde utca közötti szakasz. Mi történik ott majd? Valóban megtörtént a munkaterület átadása, ez egy ilyen jogi aktus, aminek mindig meg kell történnie egy ilyen beruházásnál. Ugye maga a beruházás az több mint 50 millió forintot meghaladja, tehát nagyjából 53-54 millió forintból valósul meg. Ez ugye a pontosan meghatározva a Huszár utca és az Erzsébet utca közti lakótelepi rész megújulását fogja jelenteni. Ugye itt az Erzsébet utca is lehatárolja ezt a területet. Konkrétan ennek nincs egy ilyen lakótelepi neve, ugye ezek a vagy a Lövöldén, vagy az Erzsébeten, vagy a Huszár utcán elhelyezkedő házak. A lényeg és a legfontosabb az, hogy itt megújul teljesen az útfelület, és a szegélyek is megújulnak. Nagyjából a munkaterület átadás bár megtörtént, de azt tudni kell, hogy jelen pillanatban ugye augusztus végétől több mint 60 olyan kisebb beavatkozás történik a városban, amit a város ön erőből megvalósít, amelyek érinteni fogják az összes Székesfehérvárit, az itt élőt, és ezek így ütemezetten haladnak majd, tehát hogy ne legyen mindig mindenhol valami feltúrás. Tehát nagyjából erre a területre szerintem október végén, november elején fognak ideérni a vállalkozók. Én most megköszönöm a türelmet, amit majd tanúsítanak az ott élők, és egyébként a városban mindenhol, ahol egy ilyen felújítás történik, köszönjük a türelmet, hiszen azért látni kell, hogy ez azért okoz egy némi komfort és kényelem csökkenést az ott élők számára. A parkolók lehetnek éppen lezárva, az utakra nem lehet behajtani, messzebb kell megállni. Ezeket köszönöm, hogy ezeket megértik, hiszen utána azért egy sokkal szebb és modernebb felület fog megvalósulni. És itt pedig tényleg az történik, hogy az ilyen 50-60 éve lebetonozott és leaszfaltozott útfelületek újulnak meg. Ezek ugye a közműjavítások és az egyéb közműváltozások kapcsán sokszor felbontásra kerültek, és akkor ez a töredezettség is megszűnik, egy teljesen szép és új környezet alakul ki. Azt remélem, hogy ez az első ütem ennek a történetnek, és akkor a jövő évben vagy a következő évben tudjuk tovább folytatni ezt a munkát, és akkor ez a kis háromszög, négyszög, ami itt az Erzsébet utca, Lövölde utca környékén található, ez teljesen megújul. Hogyha itt a Lövölde utca környékén tartunk, akkor ugye ott nem olyan régen ugye korlátot kellett lebontani, és azzal történtek dolgok. Az milyen lett most ilyenképpen? Ugye ez a kerítésbontás azért történt, sokan, akik arra járnak, ugye sokan meg is kaptam a kérdést sokaktól, hiszen ez egy olyan kerítés volt, ami már nagyon régóta ott áll, és egyébként egy ilyen vitás kérdést eredményezett, hiszen az állapota az most már jó ideje megkérdőjelezhető. Folyamatosan vizsgáltuk és néztük ennek a statikai állapotát, és most odaértünk, hogy ez a bontás ez elengedhetetlen volt. Felújításra nem kerülhetett sort, hiszen olyan az állapota ennek a régi laktanyának a megmaradt kerítéséről van szó, amelyik csak úgy lehetne felújítani, hogyha teljesen lebontjuk és újraépítjük. Az önkormányzat kerítést közterületen nem épít, ugye ez szerintem egy egyértelmű helyzet, hiszen a közterületen ilyet nem is szabad jogilag építeni sem. Vannak ilyen maradványai egyébként a közterületeknek, ezeket úgy kell kezelni, hogy a lehető legjobb legyen az ott élők számára. Egy nagy lakossági fórum után meg egy ízesre jutottunk a lakókkal, hogy
ezt lábozatig bontjuk, próbálunk egy esztétikus környezetet kialakítani, illetve egy zöld felület kiépítésével próbáljuk őket egy kicsit megvédeni az ottani utak porától, zajától. Azért volt nagyon kellemes és jó élmény ez a lakógyűlés, mert egyébként nagyon megértőek és konstruktívak voltak a lakók. Én nagyon szépen köszönöm a Lövölde 24-26-28-ban lakóknak a konstruktivitását, hiszen tényleg ott egy másfél órás lakógyűlésen meg tudtunk egyezni arról, hogy mi legyen a megoldás, és egy kompromisszumos megoldás született. Az, aki így a körzetében mondjuk a vasútállomás fele sétál, annak, és akinek oda jár mondjuk a Kodályba a gyereke, annak meg főleg szembetűnő, hogy milyen változáson esett át az intézmény. A Kodály iskola is egy régi adósságunk, nem csak az önkormányzatnak, hanem egyébként most már így a fenntartóként az államnak is, hiszen a tornaterem hiánya és az iskolának az állapota az már megkövetelte az, hogy valami beavatkozás történjen. Ugye a tornaterem az kormányzati és európai uniós forrásból megépült, ezáltal egy új szárny teljesen megújult, hiszen ott nem csak a tornaterem, hanem egyéb termek is, tantermek is kiépítésre kerültek, és felújításra kerültek. A tetőzet is megújult, úgyhogy ezt a adósságát teljesítette egyébként a fenntartó, és akkor ehhez adtuk mi azt a kiegészítést polgármester úrral, hogy ha ez megtörténik, akkor vállalja az önkormányzat azt, hogy egy vagy több ütemben felújítjuk a teljes homlokzatát az épületnek, itt belértve a nyílászárókat és a vakolást és a teljes külső burkolatot, hiszen ezt magunk is éreztük, hogy kilépve a vasútról ideérkezve ez az épület is egy komoly esztétikai javuláson kell, hogy átmenjen, amikor a Fehérvárra érkező turisták megpillantják a várost, akkor ne ez legyen az első, amit láthatnak. Van még egy adósságunk a másik oldalon, amelynek a felújítása is szintén lassan megkezdődik, hiszen a Vasvári is egy ilyen épület, mind a kettő egy oktatási épület, és az a nagy öröm ebben, hogy ezt mind városi és kormányzati forrásból tudjuk megtenni. Én azt gondolom, ez egy óriási nagy lépés. Most a Kodály Zoltán iskolával ez megtörtént, úgyhogy várjuk a Vasvárinak is a felújítását. Igen, mert régebben lehetett arról hallani, hogy a Vasvárit elhelyezi, de akkor ő most maradott, tehát ez az intézmény, ez maradott a területen. Igen, ugye nagyon sok kérdés volt a Vasvárival kapcsolatban, hogy hogyan hova kerüljön, hogy legyen ennek a megoldása. A jelenlegi megoldás az helyben hagyja az épületet, ugye ennek az intermodális csomópont volt az a legfontosabb fókuszpontja, ami megmondta azt, hogy ezt lehet vagy nem, odafér-e a Vasvári, ott maradhat-e, nem, de egy olyan fantasztikusan jó tervet sikerült kialakítani az intermodálisra kapcsolatban, ami megengedi azt, hogy az iskola épülete is megmaradjon, és egysége maradjon ennek az egész térnek és az ottani területnek. Én azt gondolom, hogy egy jó megoldás született, hiszen ez a Vasvárinak a múltja, a jelene és a jövője is az tudja bemutatni, vagy az biztosítja, hogy ez az épület ez mindig látogatott és egy elég frekventált helyen lesz megtalálható. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy jó megoldás születik. Azért ez egy hosszabb lefolyású felújítás lesz, hiszen a Kodálynál azért ezt a felújítást főleg a külső homlokzatban gyorsan meg tudtuk tenni. Itt viszont egy komolyabb strukturális változtatásra is szükség lesz, úgyhogy ez még a tervezés alatt van. Ugye itt most szóba került az intermodális csomópont, ami hát tudjuk, hogy kicsit később fog majd megvalósulni, de már ott azért kezdenek ott a parkolók is kialakulgatni, legalábbis valami könnyítés van így azoknak, akik a vasútállomáson kell, hogy hagyják mondjuk az autójukat. Ugye mi már felkészültünk, mondhatjuk, hogy az önkormányzat felkészült az intermodális fogadására, némi kritikát akár önmagunkkal, de is inkább az évek elmúlásával kapcsolatban mondhatom, hogy ez már egy 2006-os történet, tehát az intermodális központ csomópont az mindenki számára egy egyértelmű fejlesztési potenciál, hozzátéve azt, hogy a városnak erre saját forrása nincs, és ezt egyébként is vagy uniós, vagy kormányzati forrásból szokták megvalósítani, a tervek készen állnak, teljes mértékben, gyakorlatilag alapjaiban változtatja meg az egész terület dinamikáját és forgalmát, ami egyébként az ott élők számára könnyebbséget okoz, sokkal kevesebb autóbusz érkezik a területet, tehát teljesen megreformálja az egész területet, egy kicsit szerintem egyébként utasbarátabbá is válik ez a történet, és hát nem mellesleg egy olyan
olyan alapvető elvárással szemben tudunk megfelelni így városként és a MÁV-val közösen, ami Nyugat-Európában mindenhol adott, hogy a vasút és a buszpályaudvar az nem két külön területen fekszik el, és ezáltal sokkal hasznosabban tudnak egymás mellett működni. Sajnos a Covid és az egyéb külpolitikai tényezők ezt most egy picit megakadályozták, de még mindig bízunk abban, hogy a forrás megérkezésével ez a munka is kezdődhet, hiszen itt az engedélyes tervek, a közbeszerzési kiírás, minden megtörtént, csak a forrásnak kell megérkeznie. Milyen problémák vannak, amik még esetleg megoldásra várnak a területen? Milyen tervek vannak így a jövőre nézve? A jövő évre és a jövő évekre nézve azt gondolom a legfontosabb az, hogy az alapvetően a körzetben található útfelületek megújulása folytatódjon. Abszolút pozitívan értékelem az elmúlt, most már, hogyha jó számon, akkor 9 évet, amit a területen sikerült töltenem, és így a hivatallal és a polgármesterrel közösen tudtunk végrehajtani, hiszen rengeteg felület újult meg a körzetben. Nagyjából azt mondhatom, hogy a 80-85%-a a felületeknek megújult a körzetben. Ez egy nagyon jó arány, viszont rengeteg olyan kis járda szakasz van, amelyeket még nem sikerült. Ez az a 15%, amit szeretnénk majd az elkövetkezendő 4-5 évben megtenni. A József Attila utcai járdára gondolok, ami egyébként tényleg érezhetően már felújításra szorul, akkor a másik oldalon a Gáz utcában a járdafelületek megújítása nagyon fontos, de hogyha lejjebb megyünk egy picit, akkor ugye a Lövölde kanyarként ismert laktanya régi kerítés mellett lévő járdára gondolok, akkor ott is azért van mit helyre tenni. Én azt gondolom, hogy ez lesz még egy nagyon komoly feladat, hogy ezeket a járdákat megújítsuk, illetve nem mellékesen szeretnénk folytatni a béketérnek a felújítását, ott is az útfelületek és a parkolók megújítása meg kell, hogy történjen. Ha ezt megtesszük, akkor gyakorlatilag egyébként a körzet minden egyes területén egy nagy felújítás történt, és ez gyakorlatilag lefedi a körzetet. Hogyan tudja tartani a kapcsolatot a lakossággal? Tart-e lakossági fórumokat? Fogadó órája van-e? Hogyan találják meg? Alapvetően a lakossági fórumokat az utóbbi időben azért egy évben egyszer szoktuk megrendezni, mert azt tapasztaljuk, hogy akik eljönnek, azok egyébként telefonon is fölhívnak, és ők azok, akik egyébként folyamatos kapcsolattartásban vagyunk. Úgyhogy én minden évben egyszer megjelentetek egy újságot, amiben benne vannak az elérhetőségeim, és én mindenkinek azt mondom, hogy nyugodtan emelje fel a telefont, hívjon föl, mert az a közvetlen kapcsolat visz leggyorsabban előre egy probléma megoldásában, amikor engem közvetlenül felkeresnek, nekem nincsen több telefonom, nincsen titkárom, asszisztensem, ha hívnak a telefonon, akkor engem érnek el, ha nem veszem föl, akkor vissza fogom hívni az adott számot, erre mindig nagyon oda szoktam figyelni, és akkor nagyon gyorsan tudok reagálni, egy adott területre kiér, megbeszélve egy találkozót, meg tudjuk nézni, hogy mi az a problémás helyzet, amit meg kell oldani. A székesfehérvár.hu oldalon is megtalálható a telefonszámom, az e-mail címem, de akár a Facebookon is lehet írni, tehát mindenhol meg lehet találni. Én mindenkinek azt mondom, hogy csak az a probléma tud megoldásra kerülni, amiről tudok is, mert amiről nem tudok, azt valószínűleg nem fogom tudni megoldani. Úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy bátran keressen telefonon, e-mailen, Facebookon, vagy bármilyen platformon, ami lehetséges. És akkor a lakossági fórumra már csak akkor van szükség, hogyha valamilyen olyan nagy volumenű dolog van, ami miatt szeretnének összehívni embereket. Igen, valójában például az intermodális kapcsán tartottunk legutoljára egy nagyobb lakossági fórumot, meg igen, hogyha valami olyan vitás kérdés van, amikor látom azt, hogy a lakók egymással sem tudnak egyébként dűlőre jutni kérdésekben, én azt gondolom, hogy akkor érdemes lakossági fórumot, hiszen akkor az ő véleményeket kell ütköztetni, akkor azt gondolom, hogy van helye ennek a személyes, nagy tömegeket megmozgató fórumnak, hiszen ott egymással is meg tudják vitatni, hogy mi a véleményük. Engem nem kell meggyőzni kérésekről. Alapvetően most ott tartunk, én mindig azt mondom, hogy ha van egy kérés, akkor mindig vegyük azt figyelembe, hogy lehet, hogy kettővel allébb lakótársunknak teljesen más és szöges ellentéte a véleménye ugyanarról a kérdésről, hogy mindig vegyük figyelembe azt, hogy egy társasházi környezetben élünk, egymáshoz nagyon közel, mindenkinek lehet más véleménye, a fórumok erre nagyon jók, hogy ezeket a kérdéseket megoldják. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt itt a stúdióban, és egy kicsit tudtunk beszélgetni a 4-es számú választókörzetről. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a köztér vendége volt Molnár Tamás, a 4-es számú választókörzet önkormányzati képviselője. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.